A 20. század 50-es éveitől a 90-es évekig élte hazánkban fénykorát az aszbeszt cement sík és hullámpala, műpala tetőfedés. Az aszbeszt palát időközben veszélyes hulladékká nyilvánították, szakszerű ártalmatlanítása jelentős költségekkel jár. Ezek többsége időközben előregedett, tönkrement, beázik. A palatetők bontás nélküli felújítására dolgoztak ki osztrák szakemberek egy alacsony költségű, korszerű, esztétikus, gyors, biztonságos tetőszigetelési eljárást, amit kollégáink közreműködésével mutatunk be önnek. Az esőcsatornát szükség szerint javítjuk vagy cseréljük, a palaborítás állapotát ellenőrizzük, a gerincről eltávolítjuk a kúppalákat. A tetőről lefolyó csapadék esőcsatornába történő bevezetésére horganyzott, vízorral ellátott fémlemez ereszszegét helyezünk el a tető alsó szélén. A palatetőt mechanikusan kézzel megtisztítjuk a lerakódásoktól, letakarítjuk, portalanítjuk. A tető azon részeit, melyek fokozott igénybevételnek, szélszívásnak vannak kitéve, kellősítjük. Kimérés után az ereszre merőlegesen a tető szélével párhuzamosan kerül fel a villászkolor tetőfelújító lemezcsík. A bitumenes szigetelőlemez felső oldala egyszínű vagy színes és mintás, amit színtartó kőzúzalék hintésű felületvédelemmel tettek esztétikussá, időállóvá. Kiváló tulajdonságait mínusz 20 és plusz 120 Celsius fok között is megőrzi. A szigetelő lemez alján lévő bitumenes réteg lángolvasztása után ragasztással jön létre a palán a tökéletes kötés, a légmentes zárás. A szigetelő lemez átfedéseket teljes hozban lángolvasztással összeragasztjuk, így lesz az vízzáró. A kémény és falszegélyeket, árbócokat, lemezkéményeket 15 cm magas függőleges szigetelő lemez takarással látjuk el. Igény szerint a külsőleg korodált kéményt is beburkoljuk. Gerinc élek találkozásánál a bitumenes lemezekkel átfedünk az ellenkező oldalra is, és egy minta széles, saját anyagából készített lemezcsík ráolvasztásával zárjuk azt le. 40 négyzetméterenként egy-egy darab páraszellőzőt helyezünk el a tetőtér tökéletes átszellőztetésére. Ezzel a módszerrel a tető problémáját hosszú időre, akár 30-40 évre is megoldjuk. Tökéletes zárásának köszönhetően elszigeteli az alatta lévő aszbeszpalát környezetétől. Lakó és közösségi épületek, valamint ipari létesítmények fedésére egyaránt alkalmas, bármilyen tetőkiképzéshez alkalmazható.